Érdemes már januárban nyilatkozni az SZIA kedvezményekről, javasolja a Nemzeti Adó és Vámhivatal közleményében. Ügyfélkapu regisztráció esetén a nyilatkozat akár online is kitölthető, mely adóelőleg nyilatkozatot a dolgozó tölti ki és adja át munkáltatójának. Az év közben érvényesített nyilatkozatok automatikusan bekerülnek a NAV által készített adóbevallási tervezetbe. Fontos felhívni a figyelmet a 4 vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményére. Erre azok jogosultak, akik vérszerinti vagy örökbefogadó szülőként az általa nevelt legalább 4 gyermek utáni családi pótlékra jogosult. 2021 már nem az első év, hogy a NAV minden adózónak, a magánszemélyeken túl az egyéni vállalkozóknak, a mezőgazdasági és termelőknek és az áfa fizetésre kötelezett magánszemélyeknek is készít személyi jövedelem adó bevallási tervezetet. 2021. március 15-től idén is elérhetőek lesznek ezek a tervezetek a NAV honlapján. Ettől függetlenül a NAV már most elérhetővé tette a 20 SZIA jelű SZIA bevallási nyomtatványt, tehát azok, akik maguk készítik el a bevallásukat, már használhatják a webes kitöltő programot, ami a legegyszerűbben a NAV SZIA oldaláról érhető el, valamint a hagyományos általános nyomtatvány kitöltő program is a rendelkezésükre áll. Az első házasok kedvezménye változatlanul 24 hónapon keresztül havi 5000 forint adó megtakarítást jelent házas pároknak. A családi kedvezménnyel az egy gyermeket nevelőknél 10 000, a két gyermeket nevelőknél gyermekenként 20 000, a három vagy több gyermeket nevelőknél pedig gyermekenként 33 000 forinttal több kerülhet havonta a családi kasszába. Jegyinák Attila sajtóreferens a Brexit-tel kapcsolatban is érintette azokat az információkat, melyek akár Békés megyében is sokak számára fontosak lehetnek, ha onnan rendszeresen várnak például csomagokat, termékeket. Nagy-Britannia, Anglia, Skócia, PS esetében megváltoztak a ki- és beutazási szabályai, valamint a Nagy-Britanniából érkező, illetve az oda tartó termékek is vámkötelessé váltak. A vámügyintézéshez a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál egy úgynevezett EORI számot kell igényelni. Ha az EU kívülről, ez esetben ugye Nagy-Britanniából, Magyarországra érkező, valamint a Magyarországról Nagy-Britanniába induló termékekről vámáru nyilatkozatot kell benyújtani, mivel ez 2021. januártól feltétele a behozatalnak és a kivitelnek is. A magánszemélyek számára még fontos tudni, hogy ha Nagy-Britanniából rendelnek, vagy utazásuk során magukkal hoznak különböző termékeket, az EU-n kívüli behozatalnak fog számítani.